A felkészülés harmadik teljes hetének végéhez közeledik a Kisvárda Mastergood. A csapat eddig 6 edzőmeccset játszott, a Paks legyőzését követően a Szatmár Németi, a Mezőkövesd, a Nyírbátor és a Nagy Mihály ellen is döntetlenre végeztek erőség. Legutóbb a Cigánd ellen 3-2-re nyert a Várda, és ezzel bejutott a Basabalmasz kupa döntőjébe. Bár az eredmények ebben az időszakban másodlagosak, Révész Attila szakmai igazgató örül annak, hogy minőségi ellenfelekkel szemben is megállták a helyüket. A felkészülésnek az első szakasza általában a fizikai részről szokott szólni. Nekünk hál' Istennek ezzel túl sokat nem kell foglalkoznunk, mert nem rosszul jöttek vissza a játékosok. És a felkészülésünk első meccseit is szándékosan így alakítottuk, hogy minél erősebb ellenfeleink legyenek, mert a tavalyi bajnokság során azért viszonylag sok gólt kaptunk, és ennek a szűkítése, csökkentése az elsődleges feladatunk. És hát az elmúlt mérkőzések mutatják, hogy talán jó úton járunk. A Paks ellen egyet kaptunk, a Kövesd ellen 120 perc alatt nem kaptunk gólt, majd most Mihajlovcén egy még erősebb csapat ellen szintén érintetlen maradt a kapunk. A következő időszaknak pedig az lesz a feladat, hogy azokat a kötelező fiatal játékosokat beillesszük a csapatba, akiknek a pályán kell lenni végig. És természetesen most már azért majd jön a támadójátéknak is a súlykolása. A támadójáték egyik fontos láncszeme lehet a Szegedül igazolt Szabó Péter, akinek gyorsaságát a két szélen kamatoztathatja majd a Kisvárda. Eléggé támadó szellemi csapatba kerültem, még azért szerintem a beilleszkedési folyamat tart, de úgy gondolom már végére érünk lassan. Szeretnék minél többet játszani, taktikailag úgy gondolom, hogy eléggé felkészült lesz a csapat, és ez ahhoz segíti majd, hogy minél több meccset megnyerünk. A Kisvárda legközelebb szombaton a Balmazújvárosi torna döntőjében a hazaiak ellen lép majd pályára. Az NB2-es szezon július utolsó hétvégéjén rajtol Révész Attila együttese a nyitófordulóban Budaörsre látogat. Első hazai meccsükön egy héttel később a Soroksárt fogadják Rajciék.